Felújított belvárosi rendőrirodát adtak át Győrben a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A korábban térfigyelő kameraközpontként működő hely most új funkciót kap. Az a számítógépes rendszer, amelyet a kollégáink használnak, azt is ide telepítettük, és innentől ezen a számítógépes rendszeren minden olyan rendőrségi adatot, rendőrségi nyilvántartás, rendőrségi munkaállomást elérnek, amely a munkájukhoz szükséges. Tehát gyakorlatilag bejön ide egy állampolgár, minden olyan dolgot meg tudnak a kollégák vele kapcsolatba tenni, amit eddig csak a rendőrkapitányságon lehetett megtenni, és ugye hát a távolságot tudjuk meg az időt is, hogy azért ez nagy időveszteség, távolabb is van, és itt a belvárosban ezt egyszerűbben meg tudjuk oldani. Az átalakítással a belvárosban szolgáló járőrök juthattak jobb munkakörülményekhez, és gyorsabb ügyintézést, beavatkozást is eredményez a felújítás. A beruházással a nyári szezon biztonságosabbá válásában bízik a városvezetés is. Azt gondolom, ez a mostani belvárosi irodának az átalakítása időszerű volt egyrésztről, nagyon rossz állapotban volt, másrésztről pedig ne felejtsük el, hogy jön a nyári szezon számtalan, nagyon komoly és szép rendezvényel, és jó az, hogyha az állampolgárok látják azt, hogy itt a belvárosban jelen van a rendőrség, és ezáltal is biztos vagyok benne, hogy a jelenlétükkel is tovább tudják a biztonságot, a közbiztonságot fokozni. A felújítást egy igazi robotzsaru is megköszönte a megjelenteknek. Kétfeltőrmester, jelentkezem, örülök és megtisztelő, hogy a mai napon én köszönhetem önöket. Ezután is köszönetemet fejezem ki önnek, polgármester úr és Győr megyei jogváros képviselőtestületének, hogy támogatást nyújtottak a belvárosi rendőriroda felújításához. A rendőrségi rendszerekhez csatlakozva a hasznos információkért már nem kell a rendőröknek a megyei központba bemenni, a segítség már innen is elérhetővé vált. A biztonságban élést a közvetlen a megyei kapitányságra bekötött kaputelefon is elősegíti. Ugye ők nem 24 órában tartózkodnak itt, mert nyilván feladatuk az, hogy kint az utcán és a tereken teljesítsék a szolgálatot. Azt megoldottuk technikailag a bejáratnál egy nyomógombos telefonnal, hogy az ügyeletet fel tudja hívni, azonnal kapcsolódik az ügyelet, és akkor ott bejelentést tehet az állampolgár, vagy az ügyeletvezető elmondja neki, hogy mi a teendője abban az ügyes bajos dologban, amiben ő mindenképpen rendőrrel szeretné találkozni. A helyiségnek később nagyobb szerepet is szánnak. A tervek szerint például a lakosságnak szóló bűnmegelőzési előadásoknak is helyet ad majd a felújított belvárosi rendőriroda.